Médnek Péter filozófus a vendégünk, egy kísérlet a Polgári Konzervatív Párt alapítója is egyúttal, de nem ebben a tisztségében, tisztességében hívtuk meg, hanem például azért, mert azt írja, hogy nagy szerencséje a magyar nacionalizmusnak, ami hát tudjuk, hogy létező, hogy miközben minden okunk megvan megválni tőle, ez összecseng a világváltozásai adta lehetőséggel. És hát ez tényleg akkora mázli, annyira élünk vele, hogy az látható volt például most a Tusványfürdői Orbán beszédből is. Így van, így van. És ez nyilván... én most itt vicceltem, és azt gondolom, hogy Béndek Péter úgy is reagált a szatíra szintjén. Reagálnék rá, igen. Nem véletlenül írtam ezt, noha ez elég unortodox módon hangzik Magyarországon, nyilvánvalóan, de a magyar nacionalizmus ugye az egy politikai program. Ez egy 200 éves politikai program, ami egy kudarcos program. Kudarcos nemzetet hozott létre, kudarcos nemzet koncepciót hozott létre. Amikor létrejött, akkor is kudarcos volt? Tehát a reformkorban kellett, hogy megfogalmazzuk valami magunkat. Ez egy kb. 200 éves program, aminek a csúcsa az valóban az első 2-3 évtized volt, amit reformkornak nevezünk. És utána a különböző okok miatt, amire majd röviden kitérhetünk, ez a úgynevezett függetlenség, vagy a nacionalizmuson belül a függetlenség irányzat az szembe fordult a modernizációs irányzattal, és alapvetően ennek következtében a modernizáció Magyarországon egy kudarcos 48-49 is már ilyen volt, azáltal, hogy a forradalmat ugye nemzeti alapon próbáltuk, és a nemzetiségeket levetettük magunkról némiképp, másfelől pedig megfogalmaztuk magunkat a Habsburg Birodalommal szemben. Ez egy nagyon nehéz feladata volt akkor annak a Széchenyi, Veselényi, mások körül tömörülő rétegnek, amely egyszer akart modernizálni, és egyszer akart nemzeti gondolat mellett alakítani az országot, hogy ez a haza és a haladás koncepciója, amely szembefordult egymással már 48-ra valójában. Tehát 47, talán az utolsó reform év után szélsebesen következett 49-ben a Habsburgház trónfosztása, és utána pedig a szabadságharc bukása, ami már a lefelé menővága volt ennek a modernizációs gondolatnak, és attól kezdve az utóbbi 160-170 év során a modernizációs folyamatosan vereséget szenved a függetlenségi koncepciótól, ami mostanra már nem annyira az ország függetlenségéről szól, mint inkább az etnikum függetlenségéről, és épp ezért egy ilyen etnicista, xenofób, tehát idegengyűlölő irányt is vettem, amiben belefér a rasszizmus, és ennek következtében az egész 20. századunk az egy kudarc sorozat, és ez máig tart. Tehát azért írtam én azt ennek a cikknek az elején, hogy le kell számolnunk ezzel a fajta dominánsan függetlenségi nacionalizmussal, ha nem akarjuk a nemzetet végképp kivéreztetni. Orbán Viktor nacionalizmusa valódi a nemzet megmentésén alapuló koncepció, vagy pragmatista megközelítés, a hétköznapok, a mindennapok megközelítése? Tehát valamivel össze kell kalapálni ezt a nemzetet, az ő szavazóit. Miért kéne megmenteni a nemzetet? A nemzet egészen oda tartozik-e például, az is egy érdekes kérdés. Alapvetően az orbánista koncepció az annak a függetlenségi nacionalizmusnak a farvizén úszik, pontosabban már továbbfejlesztve azt egy Európa ellenes, tehát a függetlenségünket Európával szemben, illetve a modernizációval szemben definiáló nacionalizmusnak, amely lehetetlenné teszi, hogy az ország fölzárkozzon és részévé váljon annak a globalizációnak, ami egyébként elkerülhetetlen. Tehát úgy megyünk bele ebbe a folyamatba, úgy megyünk bele abba a technológiai és gazdasági változásba, ami óriási változások várnak ránk az elkövetkező 20-30-40 évben, jóval nagyobbak, mint amik mögöttünk vannak. Úgy megyünk ezekbe bele, hogy a nemzet alapvetően gyenge, képtelen arra, hogy a saját javára kamatoztassa a világban ezeket a folyamatokat. Ha én jól értem, a kormánypárt és Orbán Viktor nacionalizmusra alkotott képét, akkor azért az pontosan kijelöli a határokat. Tehát nacionalizmus az, amit nem Brüsszelből diktált paraméterek alapján megélt hétköznapokkal élhetünk. Nacionalizmus az, amit Soros nélkül, globális világ nélkül, a saját tudásunkra és saját magunkra alapozva el tudunk élni. Ugye arról beszélt most is tusványosan, hogy nekünk nem a mások pénzén kell élnünk, hanem a saját pénzünkből kell meglennünk. Nem mások kegyéből kell elérnünk eredményeket, hanem a saját eredmény. Ez az a fajta elzárkózás, ami pont szembe megy azzal, amiről ideig beszélt. Nem. Hát én azt mondom, hogy pontosan ez a fajta nacionalizmus az, ami egyébként dominálta az utóbbi másfél évszáznak a gondolkodását, ami az országot alapvetően tönkreteszi. Ez a nacionalizmus... Így ugyanaz, igen. Tehát ez a nacionalizmus az, amelyik
a 20. század során előbb hozzájárult ahhoz, hogy elveszítse az ország a területének a kétharmadát, utána hozzájárult Auschwitzhoz, utána hozzájárult ahhoz, hogy a szocializmus egy nacionalista formában tovább vegetálhasson, hozzájárul ahhoz, hogy most az Orbán kormányzat alatt alapvetően egy hazugság gépezet révén az emberek ezt az orbáni politikát tekintsék a nemzet, ahogy ön mondta, megmentésére irányuló politikának, holott ez, ha nem is a nemzet elveszítésére irányul, de kihasználja azokat a rossz beidegződéseket és reflexeket, amik ebből a 150 év alatt halmozódtak föl. Maga a magyar nemzet úgy alakult ki, úgy definiálódott ezen keresztül a függetlenségi nacionalizmuson keresztül, hogy nem tud másképp viselkedni, csak önsorsromboló módon. Ezért kell leszámolnunk ebből a fajta nacionalizmusról, és erre tettem én a cikkben javaslatot, egy úgynevezett modernizációs nacionalizmus keretében, amiről megint csak sokat lehetne beszélni, de a lényege az, hogy igenis, nekünk csatlakoznunk kell a föderatív Európához, egy újfajta közigazgatási szerkezetben, egy kulturális autonómia mentén, de addig, amíg ez meg nem történik, és el nem múlnak fölülünk az államok, a nemzetállamok, ami Magyarországon, még egyszer hangsúlyozom, egy kudarc sorozat az elmúlt másfél száz évben, és mióta nemzetállam van, ugye 1918 óta, azóta különösen, ezt a nemzetállamot, ezt föl kell váltani egyfajta kulturális autonómiának, de mire ez fölváltja, addigra föl kell készítenünk az országot abba az állapotba, hogy képes legyen versenyezni azokkal a már említett tényezőkkel, amelyek nélkül az ország egyszerűen, nem azt mondom, hogy halálra van ítélve, de szegénységre, folyamatos lecsúszásra, és az európai kultúrkörből való kiesésre. A legszomorúbb, hogy azok a tényezők, amikre most utal, azok a tényezők azok, amelyek ma ellenségei a politikának. Mondd egy nagyon izgalmasat, és legyen ez a záró gondolat. A nemzetet egyre inkább el kell oldani az államtól, és egyre erősíteni kell kulturálisan ezt az eloldást. Ezt hogy képzeljük? Az eloldást úgy képzeljük, hogy miközben megerősítjük a nép, a polgárok kulturális képességét az együttműködésre, a versenyképes kooperációra, akközben az államot folyamatosan csökkenteni kell. Tehát ma az állam durván, nagyon leegyszerűsítve a polgárok jövedelmének, az üzletek jövedelmének a felét vonja el és osztja újra. 10 éven belül ezt a felére kell csökkenteni, ebben párhuzamosan meg kell erősíteni a társadalmat, mert egy gyenge társadalomnak van csak szüksége erős államra, és az Orbán Viktor pontosan ezt használja ki, az, hogy a magyar emberek többsége összetéveszti a nemzetet az állammal. Holott a polgároknak kéne a nemzetet definiálni, a polgárok kis közösségeinek, és ezen keresztül létrehozni egy erős nemzetet, amelyik versenyképesen tud bekapcsolni a saját képességei révén az Európai Unió működtetésében. Érdekes kép, és azt gondolom, hogy nem holnap lesz annak az ideje itt, hogy ez megvalósul, de hát valóban beszélni és dolgozni kell ezen. Köszönöm szépen, hogy eljött és elmondta. Köszönöm a meghívást.